Több százan gyűltek össze a hétvégén a Csónakázótónál az idei Sárkányhajó Fesztivál záró rendezvényén. Székesfehérvárra immáron 8. alkalommal látogattak el a sárkányhajósok, akik mindig szívesen jönnek városunkba. A város is mindig központi helyen kezeli a Sárkányhajó Fesztivált, az önkormányzat, a polgármesterek mindig mellette álltak, ma is itt volt a polgármester úr megnyitni az eseményt. Tehát azt gondolom, hogy jó úton jár itt is ez a sport. Különlegesen fontos Fehérvár abban a szempontból is, hogy mind a 8 évben rendeztünk Nebuló kupát, most szombaton délelőtt, illetve ugye pénteken ismerkedést a sportággal, akkor van ugye a fiataloknak a sárkányhajós délutánja gyakorlatilag, és ez is most a 8. éve került megrendezésre. A sárkányhajózás, mint sport az utóbbi néhány évben egyre népszerűbbé vált a világon, és természetesen hazánkban is. A szövetségünk pedig 98 óta végzi a munkáját, és azt mondhatom, hogy igazán most már a sportágnak a fejlődése, az, ha nem is mondom, hogy a tetőpontján érkezett, de azért egy elég jó szinten halad. Talán ennek a legnagyobb csúcsa 2013-ban várható, hiszen a szövetségünk rendezi a világbajnokságot, az IDBF sárkányhajó világbajnokságot Szegeden. A Sportpercek stábja egy igen különleges versenyszámnál járt a helyszínen, az úgynevezett maratoni hajózásnál. Különlegessége az, hogy ez egy maratonverseny. Annyit kell róla tudni, mint azt látjátok ti is, hogy körpályán zajlik az egész, 2000 méterről van szó. És ugyanúgy indulunk itt a fesztiválon is, mint egy világversenyen, tehát repülő rajtal, és akkor időkülönbséggel követik egymást a hajók. Természetesen ettől függetlenül lehet előzés, és általában szokott is lenni, az a legizgalmasabb része az egésznek. Az érdekes és izgalmas csatákat hozó sárkányhajó fesztivál résztvevői a tervek szerint jövőre is ellátogatnak Székesfehérvárra, abban az esztendőben, amikor hazánk rendezi a világbajnokságot.